Polgármester úr, több energetikai beruházás, fejlesztés kezdődött és kezdődik meg a városban. Mit lehet ezekről tudni? Igen, van önkormányzati tulajdonú ingatlanokon olyan beruházásunk, amik most kezdődtek el, illetve még a napokban fognak elkezdődni. Futott még itt a záró akkordban, még az előző Európai Uniós költségvetési időszakban 4 pályázatunk. A KBSK-n a futós folyosó és a tornacsarnok, az 501-es szakmunkásképző, mint energetikai pályázatok, illetve volt egy kerékpárutas pályázatunk. Ebből a 4-ből jelenleg 2-re megérkezett a támogató nyilatkozat, a másik 2 elutasításra került. A KBSK, így mondom, hogy tornacsarnok, teniszcsarnok, összekötő folyosók, illetve az öltözők épületkomplexuma egy közel 60 millió forintos beruházással meg fog újulni épület energetikailag, amely tartalmazza az épületnek az utólagos hőszigetelését, nyilászáró cseréjét és fűtéskorszerűsítését. Ebben egy 50 millió forintos állami támogatás van. A maradék közel 10 millió forintra is most nyújtunk be önerőpályázatot, és remélem ezt a beruházást is úgy tudjuk megvalósítani, mint eddig az összeset, hogy 100%-os támogatási intenzitás mellett, tehát az önkormányzatnak plusz forrást nem kell hozzátenni. A KBSK tornacsarnokánál még az a haba tortán, hogy az elmúlt rendkívüli testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a tornacsarnok tetejét is megújítjuk. Ennek több oka van, ha már az épületet korszerűsítjük, és Mercedes formába hozzuk, a katetőt nem szabad Trabant szinten hagyni, mert ez rontja az elkészült többi munkát is, ezért örülök neki, hogy a képviselőtestület megszavazta a plusz forrást a tetőre, de a tetőni más is indokolta, hogy lépjünk, és a több mint 50 éves hullámpala helyére egy korszerű tetőfedő anyagot rakjunk, az pedig az, hogy a részben lapos és részben magas tetős épületre napelemek kerülnek föl egy másik sikeres pályázat kapcsán, és mielőtt a napelemek fölkerülnek, célszerű az alatta lévő rendszert teljes egészében megújítani. Ha ma valaki elmegy a KBSK ezen épületeihez, akkor láthatja, hogy a lapos tetőknek a tetőszigetelése már elkészült, és reményeim szerint jövő héten kezdődik a magas tetőnek a héjazat cseréje, és folyamatosan épülnek, elhelyezésre kerülnek a napelemek a lapos tetőre, aztán a magas tetőre. Ezzel a KBSK épületei közül csak a futófolyosó marad ki eddig az energetikai korszerűsítésből, de azt reményeink szerint egy következő pályázatba be tudjuk építeni. Szigeteltük a házakat, napelemeket raktunk a tetőre, ezáltal a KBSK olcsóbban tartható fenn, és villamos energia költsége remélem ugyanúgy lesz, mint az eddig már üzemelő 4-5 intézményünknél, hogy nekünk nem költséget jelent, hanem plusz bevételt fog eredményezni az elszámolási időszakban. Másik nagyon-nagyon fájó pontunk volt, hogy azért az elmúlt 5 évben a közintézmények mindegyike megújult, és az 501-es intézményünkre is volt ugyanez az energetikai pályázat, ami futott, és kifogás, elutasítás, minden volt már itt menet közben, de mi elég kemény fából faragott gyerekek vagyunk, és
kiloptak az ajtón, mentünk be az ablakon, és ma már elmondhatom azt, hogy ez az épület pályázat is sikeresen szerepelt a megméretetésen. Jobban örültünk volna neki, hogyha ezt júniusban tudjuk meg, és a nyári szünetben tudjuk a kivitelezési munkákat megcsinálni, de ez nem rajtunk múlik, ami meg nem rajtunk múlik, azon kár törpölni, mert nem tudjuk megváltoztatni. Most adott egy feladat, a lehető legrövidebb időn belül működő intézmény mellett kell a korszerűsítést végrehajtanunk. Ha most valaki csak úgy ránéz a házra, úgy fizikálisan se egy pici épületről beszélünk, tehát itt nagyon koncentrálni kell a komlói építőipari, kivitelezői erőket annak érdekében, hogy ez a beruházás a rossz idő válta előtt befejeződjön. Mindenkit mozgósítottunk, és én hiszek a komlói vállalkozókban, bízom benne, hogy az eddigi tapasztalatokat felhasználva, az eddigi jó színvonalú kivitelezéssel ezt a beruházást is ebben az évben a rossz idő beállta előtt be tudjuk fejezni. Picit szintén energetikához kapcsolódó beruházás a városban, és mindenki más érzelemmel kötődik a kórházhoz, mert átadtuk állami tulajdonba, állami fenntartásba, de azért mi a saját gyermekünknek tekintjük, és ezért minden segítséget megadunk a működéshez, vagy a normális feltételek biztosításához. Ha valaki most arra jár, láthatja, hogy parkolókat építünk ki, hogy az oda rendelésre jövő emberek normálisabb körülmények között tudjanak parkolni. Amúgy is az ember, ha elmegy orvoshoz, az egy picit stresszes helyzet, nem mindegy, hogy milyen a környezet, és ebben is fogunk előrelépni. A kórháznál az energetikai fejlesztés valójában egy napelemes beruházásban fog megvalósulni, és ma már hála Isten sikerült elérnünk azt, hogy ott a befejezési határidő el lett csúsztatva október végére, és a kivitelezés a napokban fog megkezdődni. Itt egy 140 millió forintos beruházásról beszélünk, maximum 150 millió forintos támogatásra lehetett pályázni. Abból 140-et kapott a kórház, úgy gondolom, hogy ez nem egy rossz arány. Örültünk volna, ha ennél többet tudunk pályázni, de korlátaink voltak. Az egyik korlátunk az volt, hogy a tetőfelület nagysága szinte ennyi napelem elhelyezését teszi lehetővé gazdaságosan. Ez a teljes villamos energia költség durván 25-30%-át képes majd megtermelni, de ez a 25-30%-os megtakarítás, költségcsökkenés súlyos milliókat fog jelenteni a kórháznál megtakarításba, ami nem mindegy a kórház működésénél, akkor sem, amikor állami tulajdonról beszélünk, és állandó folyamatos riogatások vannak bizonyos emberek részéről a kórház megszüntetésével kapcsolatban. Ezért Táncos doktor úrral közösen, folyamatosan együtt dolgozva, egymás munkáját segítve dolgozunk a kórház minél alacsonyabb költségszinten való működése érdekében, ennek pedig nagyon ékes példája ez a mostani beruházás, amit közösen sikerült realizálnunk, és elhozni ezeket a forrásokat Komló városába, egy államilag fenntartott intézménybe. Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget!